A felnőtt nyíregyházi röplabdázó hölgyek számára már befejeződött a bajnoki szezon, viszont az utánpótláskorú játékosokra még várnak feladatok. Az elmúlt hétvégén Békés Csabán az ifjúsági bajnokság döntőjében a negyedik helyet szerezte meg az Erdősné Balog Erika által irányított csapat, ezen a hétvégén pedig a Serdülők bajnokságának végjátéka következik. Ebben a korosztályban 17 év a felső korhatár, így olyan röplabdázókat is láthatnak a nézők a Continental Arénában, akik már klubjuk felnőtt csapatában is pályára léptek. Én úgy gondolom, hogy ezek a játékosok már ott kopogtatják akár a felnőtt csapatoknak a kapujait, mert ebből kiöregedve már a junior is, hogyha a legtehetségesebben már felnőttekhez kerülhetnek. Én úgy gondolom, hogy egy magas színvonalú tornát tudunk rendezni tökéletes helyszínen, hiszen a Continental Arénában két pályán egyszerre külön a fiúk, külön a lányok versenyeznek. Gyakorlatilag pénteken 6-6 mérkőzéssel mennek kétszer-hármas csoportba, sorsolás alapján kerülnek természetesen. Csoportelsők bekerülnek a legjobb négybe, a második és harmadikak keresztjátékot játszanak szombaton, délután pedig az elődöntők vannak, és vasárnap a helyosztók. A házigazda nyíregyházi együttes több a korosztálynál fiatalabb játékossal a soraiban szeretné kiharcolni az elődöntőbe jutást. Mi az Újpest mögött a saját csoportunkból csoport másodikként jutottunk be. Itt most a döntőbe a BBSZ-vel és a Békés Csabával vagyunk egy csoportba. Az év folyamán nem találkoztunk, tehát igazán nem ismerjük az ellenfeleinket, de én úgy gondolom, hogy itt, aki már a hatos döntőbe bekerült, az mindenki már jó csapatot alkot, jó ellenfél, nehéz ellenfél. Én szeretném, hogyha négy közé kerülnénk, és ott, ha már éremért tudunk játszani, akkor az már egy tökéletes. Azt a sportcentrumról tudni kell, hogy fiatal csapat, első évesekkel nagy többségbe, illetve gyerekkorcsoportú gyerekem is van a kezdőbe 3. A nyíregyháziak pénteken 13 órától a BVSC Zugló, 16 órától pedig a Békés Csaba ellen játszanak. A másik ágon a Vasasóbuda, az Újpest és az MTK Budapest küzd egymással. A fiúknál a Dunaújvárosi Röplabda Akadémia, a Székesfehérvár, a Kecskeméti Sportiskola, a Kaposvári Röplabda Akadémia, a Szolnoki Sportcentrum és a Pénzügyi csapat alkotja a mezőnyt.